Hallo? Jaj, ebben sem tudtam, elnyomkodtam, és közben nem figyeltem, ki volt az első. Bocsánat. Ki volt az első? Hello, G-Boy 974. Szia, Tibi Csoki, köszönöm szépen, hogy jöttél. Tomika. Szia, Vivcsó, köszönöm, hogy jöttél. Norbi. Jó reggelt kívánok, meg jó étvágyat az ebédhez, meg ilyesmik. Gokeaf 85. Igyekszem. Ezek a user nevek, komolyan mondom. Jaj, már azt hittem, hogy itt valami fölsőment, de az csak egy komment. Olá! Sziasztok! Képzeljétek el, egészen eddig eső volt, meg borongós, és ahogy megérkeztem, kisütött a nap. Ó, Máté, köszönöm szépen! Nagyon cuki a kutyi. Köszönöm szépen, Máté. Szia, Réka! De aranyos voltál, hogy így örültél nekem tegnap, és köszönöm szépen a promotálást a live-ba. Nagyon jól esett. Szupi a hajad, ja, végre veled festve. Most nem volt időm ránézni. Elég furi a választékom, nem? Ilyen... Mindegy, jó az úgy. Nagyon a felső... Nadine Style. Már lassan már nem is kell kérdezni, szerintem milyen csinos vagy ma is. Köszönöm, Vivcsó, te is. Ne viccelj, imádlak. Köszönöm szépen. Köszönöm az újaknak a követést is. Szóval meghoztam a napsütést. Pedig azt hittem, hogy nem fog rendesen sütni Gergő. Porszívós videó rólad készült annó? Nem tudok róla, hogy bárki készített volna rólam videót magamon kívül. Magamról szoktam videót készíteni, remélem, hogy ez valamennyire válasz a kérdésre, amúgy meg nem is értettem. És a hajad is milyen jó, köszönöm szépen, így én megjegyeztük. Nem tudtam ma főzni, úgyhogy délután fogok, de még maradt lecsó. Mert tegnap itt elejtettem a live-ba azt a mondatot, hogy mire hazaérek, nem marad lecsó, és így emiatt maradt. De csak emiatt. Viccelek. Elnézést kérek attól, aki magára veszi. Jaj, ne csúnyáskodjunk, mert aztán pipuf, tiltás van, elköszönünk egymástól. Sztár vagy nem, a saját életemben mindenképp úgy élem, meg sehol máshol nem amúgy. Szia, Hajdureni! Erre több videót tetszik. De követel, köszönöm szépen, József. Cuki is vagyok, köszönöm a dicséreteket. Adrián Borbé 92. Amúgy meg tényleg elromlik megint a hétvégére az idő, most megnéztem, mert tegnap fölbosszantottatok, így csoda szép vagy, köszönöm. Ez nagyon szép ez a kék szín, ugye? Jaj, elnyomtam a zenét. Igazából most van először rajtam. Hanna, szia! De ez olyan, nem tudom ez melyik kék szín, de olyan nagyon kellemes, mert azért sok kék az hideg az én szőke hajamhoz. Mármint úgy értem, a hideg tónusna, így értettem, de tudjátok, hogy mit akarok mondani szerintem. Szia, Anna! Köszönöm szépen, Sophie, nagyon kedves tőled. Lilla, hello! Babakék, ja, igen, tényleg. Cuki, cuki színe van. Chris, hello! Türkiz? Ez a türkiz, vagy az opál? Hát, ja, nem tudom, ezekben nem vagyok annyira otthon. Na, elkezdett esni az eső, ahogy kimondtam itt. Na jó. Hova megyek? Megvárom a gyerekeket, itt az iskola parkolóban vagyok jelenleg. Az időjárás jelentést félig sikerült elmondani, pedig ugye beterveztük, hogy minden elmondom, hogy mi itt a helyzet Pest megyén belül. És a gyerekeket szoktam ilyenkor várni, mondom az újaknak, akik még nem tudják. És köszönöm a követést nekik. Szia, Angel, mi a helyzet? Minden rendben, Martin. Köszönöm szépen, és remélem, hogy te is jól vagy. Azt írja nekem Szatmári Csaba, Ati, hogy cuki vagyok. Ez a fedősztori. Úgy csak, hogy a cuki lennék, az néha jól beszólok. De akkor nagyon. De csak ritkán van ilyen. Tudok-e segíteni egy egyesület felfuttatásában? Én egy dolognak a felfuttatásában vagyok profi, és az az élesztő. Mert napi szinten sütöm a kenyeret. Nem tudom, hogy mire gondoltál, de ezt tudom válaszként mondani. Így viccesen? Hát így, ahogy jó, köszönöm szépen. Szia, miért van ilyen hosszú fejed? Miattad? Mert ha nem lenne hosszú, mibe kötné bele? Mondjuk biztos találná mást is, ugye? Neked cuki a pofid? Nézzünk már meg közelebbről. Beszéljünk ki téged is? Na jó, nem gonoszkodok, visszaveszek a tempóból. Alapból ilyen színű hajat. Most voltam fodrásznál, ma lett befestve, nem? Már 2 méteres lenövésem volt az utóbbi időben. Good morning, Szabika. Meddig sütöd a kenyeret? 48 percig, plusz még 5 mindenféle edény nélkül, hogy ropogós legyen, mert én úgy szeretem. Imádnak, világi vagy, és igazi szépség vagy. Köszönöm szépen, Robi. Nagyon kedves tőled. Na jó, meg volt a napi gonoszkodásunk is az én részemről. A többiek részéről nem tudok nyilatkozni, de jó vagy. Köszönöm szépen. Majdnem minden nap sütök kenyeret. Igen, 1 kilós kenyeret sütök, vagyis 1 kiló lisztből. Egyszer már megmérem, hogy pontosan mennyire jön ki. Bak Marcel, köszönöm szépen ma is a fagyit.
És hát van, hogy annyira belelendülünk itt az uzsonna csinálásba, meg vacsorázgatásba, meg esetleg ebédhez is kell kenyér, hogy nem tart ki egy napot. Én, aki Pest megyében lakom, de egyáltalán nem süt a nap. Irikketvi! Szia, Tomi! Köszönöm szépen a rózsát! Hol van még tetkom? A bőrömön. Rajta van a bőrömön. Köszönöm, Robi, nagyon kedves vagy. Elhalmozó bokokkal. Miért sütöd a kenyeret magadnak? Azért, mert a Covid-nál így maradtam, hogy hát igazából csak a kenyér az, amire minden nap frissen szüksége van, szerintem a kenyérnek, tehát amiből nem tud betankolni, és akkor így elkezdtük ezt így próbálgatni, az akkor nagyon népszerű dolog volt, szerintem emlékeztek rá még 3 évvel ezelőtt, kenyeret, meg giflit, meg mindenki próbálkozott mindennel, meg aranyárba ment az élesztő, meg úgy lehetett csak így megszerezni, ugye pult alatt, viccelek csak, jó, ez nem humorizálom, mert nagyon komoly helyzet volt, és aztán annyira ízlett nekünk, hogy úgy maradtam. Szánivan, hello! Köszönöm szépen a rózsákat! És akkor nincsen tele mindenféle tömegnövelővel, tudjátok, hogy nagyobb legyen a tömege, nekem finomabb is, így mindig friss a kenyér, harcot vívünk a sercliért, hogy kihé legyen, ilyeneket csinálunk, szeretjük. A kiflit annyira már nem szeretem, mert abba kell margarin, és nekem az olyan zsíros érzetű tészta. Köszönöm szépen! Szab Zsigmond a követést, olyan sötét lett a kijelzőm, mint állat. Na de majd, hát mondanám, hogy holnap, de holnap nem live-ozunk, de majd hétfőn kiderül, hogy megoldódik ez a problémám végleg egy életre, hogy félvakon vezetem az ada, mi ez? Adásszünetet. Viccelődtem, csak nyilván tudom, csak nem jut a nyelvemre a megfelelő szó. Hajnalka, szia, olyan jó színed van, irigyellek, mert most szolizok, szolizgatok. Szólizgattam eddig, miközben fivázgattam, írom a házit, hát kitartást kívánok a házi feladatíróknak. Egy jó, de a házi kenyér jó lett volna a tarjához tegnap, hát Tomi, szóljál, sütök én neked, komolyan mondom. Le lehet adni az igényeket. Mondjuk a kenyér nem drága, csak a munkadíj. Ah. De nagyon szépet csinálok. Csináltam már többször videót róla, azért nem erőltetem ezt, szolizgattál, igen. Azért nem erőltettem, mert nem volt fogva, hogy a bolti kenyeret beraktam a sütőbe, és eljátszom, hogy én sütöm. Annyira szépet csinálok, egyébként nem beképzeltségben, de azért már nem tudom, hány ezredik kenyeremen vagyok túl. És kérték már többen tőlem a receptet, és ezért fel is került a Facebook oldalra. De majd csinálok majd egy story videót róla, úgy kicsit tüzetesebben. És nézem a live-ot, hát oda kell koncentrálni a házira, mert akkor nem marad meg a tudás a fejedbe. Én nem szoktam engedni, hogy telefonozzanak házírás közben gyerekek, de hát én szigorú anyuka vagyok, ugye ezt tudjuk. Leszarom, milyen szép, az a lényeg, hogy finom legyen. Nekem számít, hogy szép legyen, ki szoktam borulni, amikor nagyon szétreped. Én, aki torok gyulladása van itthon, és lemaradtam a csodás suliról, a Helga, jobbulást kívánok neked, és nem maradtál, és ebből ide bepótolható otthon egy pár napig, ugye? Gondolom azért. Az elején mindig élvezik a gyerekek, amikor otthon kis betegállományosban vannak. Aztán, amikor rájönnek, hogy sokkal több mindent kell bepótolni, mint ha iskolába járnának, akkor már olyan izgalmas az. Ha rajzolsz, akkor az enyémre valami szépen. Én simán csak így úgy hívják, csúnya szóval, ami tényleg nem csúnya szó, hogy beírdalás, azt hiszem, én simán így bevágom, a profik pengével csinálják, hát én vagyok profi, én simán késsel így sicsúcsicsúcs. Hármat. Ha nagyon nagy, nagyon flancolok, akkor 4-et szoktam ráhúzni. De megkeresztelem felvágását. Ez egy ilyen hülye babona nekem, ami megmarad, de én mindig így vágom fel a kenyeret. 2 hete hiányzom, és már unatkozom. Ó, oh. Hát akkor ez egy komolyabb torokgyuszi, hogyha 2 hét, szegényke. Na akkor ez már az a fázis, amikor hiányod az iskolát, szerintem. Egy kicsit. Főként valószínűleg a társaságot. Dávid, köszönöm szépen a rózsát. Ja, megcsináltam sztoriba, hogy töltsem ki a helyet. De egy kicsit kiborultam, láttam, hogy a kinder tojásosdi, húsvétosdikat visszahívták. Mondom azoknak, akikhez nem jutott az információ, hogy érdemes átnézni, amit kirakott a Nébik az oldalára, mert én ugye abba vásároltam be húsvéti ajándéknak a gyerekeknek, úgyhogy le kell gyorsan csekkolnom, hogy nincs-e valami baja, pedig az egyik kedvenc márkánk. Kövi verseny, nem láttam, hogy mi volt, de 24-én van a következő verseny, hogyha igen, szalmonellások. Hát elvileg. Elvileg. 24-én van a következő verseny, hogyha az volt a kérdés. Jó messze van még. De cukormentes életet élsz, hogy ilyen jó forma. Igen, teljesen cukormentes vagyok. Nyilván a gyerekek nem úgy, hogy így nekik mennek a cukros dolgok, de már az ütitőbe átszoktattam őket a cukormentes, ami szerintem egy tök jó dolog, mert feleslegesen
vinnének be ennyi cukrot, csak ugye a folyadékfogyasztás miatt. Az nagyon jó, akkor én is átnézem. Azért raktam ki, mert szerintem olyan kevés felületen tud ez eljutni az emberekhez egyébként, meg nálunk most volt az utóbbi két hétben egy ilyen hányos hasmenés időszak a suliban, nem kizárt, hogy akár ez is okozhatta, de ezt lehet, hogy csak az infikcióm, ki tudja, de népszerű márka. Ja, és én a nagyot veszem meg nekik, még ezt az óriás kindertest, mert azt szeretik a legjobban, de szerencsére az enyémeknek rendben van a sorozatszáma. Na jó, hát nem egy Fabergé. De ja, érdemes odafigyelni rá. Szia, Csicsike! Azt írja Szatmári Csaba, semmit nem látok. Jó, a szép formását többször láttam, nem reagáltam le eddig, de most köszönöm szépen, hogy többször bekerült ide a chatbe. Édesítőszerek szintén kár, igen, de kevésbé hízlalnak, és amiben meg kell halni. Viccelek csak, nekem életformámmá vált, hogy diabetikusan táplálkozom, és sokkal jobban is érzem magam tőle. Egyetlen egyformában vagyok hajlandó bevinni a cukrot a szervezetembe, és az az alkohol. Nem vagyok alkoholista, de hát nyilván egy koktélnál nem lehet ezt a részét kikerülni, ott fel kell, hogy áldozzam magamat. Na, biztos, hogy egyébként sokszor mézzel helyettesítem, amiben tudom, tehát akkor ott nem rakunk bele szintetikus édesítőszert, így hívják ezt? Most akkor visszavonták az nem az összeset, én azért raktam ki sztoriba, hogy lássátok, ha valaki ez nem jut el más csatornán, ott sorozatszámok vannak és gyártási idők, nem mindegyiket, egyáltalán nem mindegyiket és nem is mindig fajtát. Azért írtam ki, hát a információ nektek. Na végre ideértem, na végre. Igen, így az utolsó live-ra a héten. Annás Cseppek, szia. Szia Petra. Nem az összeset. Amikor nem sokára lángost eszünk és iszunk. Úgy van. Hát én nagyon remélem, hogy magos alkoholtartalmú lesz a lángos. Ebbe bízom, Ivcsó. Na, várom a jobb időt, mert akkor én már az udvaron sütögetem ezeket meg. Szia, drágám, mi a helyzet? Szia, Bakrisztin, jól vagyok, köszönöm szépen. Láttam, hogy valamelyik nap live-oztad, de egyszerűen nem tudtam bevenni, pedig beszerettem volna. Kit vársz? Kittit és a Medoxot egyszerre fognak majd érkezni. 6 órájuk van ma. Úgyhogy meglátjuk. Tegnap csináltam ezt a ma reggeli videómat itt, a live után. Egy ilyen gyors röpke videógyártás történt. És a Kitty így belesétált, így puf, hát elment a kocsi mellett, úgyhogy le kellett vágjam a végét, ez így sikerült, ez a mostani videóm, de úgy röhögtem rajta, mert elröhögtem magam a videóban, de már mondom, én már nem veszem ezt még egyszer, újra sajnos. Kozák Szintia, szia, mit ebédeltetek ma? Adjunk egymásnak ötletet, hogy mit főzzünk a hétvégén, mert nagyon várom, hogy legyen jó, de én is nagyon várom. Kiülni és limonádézni. Mi a levendulás és a rózsavizes limonádét szoktuk ilyenkor egy kicsit előtérbe helyezni a nyáron, és tök jó kis cuccom is van hozzá, hogy így kivonunk a kertbe egy ilyen 2 literes, nem tudom, miben a kovászos uborkát csinálják, csak van rajta kis csap, nem tudom, hogy mi a neve. Aki tudja, mondja meg. Na, olyanba szoktam csinálni nekik, és ebben van ilyen jégakú, középen le lehet hűteni. Lazas spárgás rizottóval. Nagyon szeretem a spárgát. De nagyon felfúj, és akkor most olyan őszinte voltam, de olyan szinten, hogy azt nagyon keveset lehet csak enni. Én nem. Pedig finom íze van, és sokáig egyébként nem is kóstoltam meg, simán csak vajon meg szoktam párolni. És tök egyszerű is megcsinálni, még a Kitty is szereti. Köszönöm szépen a követést az újaktól. Így dolgozok a kocsiba. Csak néha elindítok egy live-ot közben, hogy ne legyen olyan unalmas. Arra kobolytalan vagyok. Köszönöm szépen, hogy külditek a lájkokat. Hogy vagy, nagyon csinos vagy? Remélem, hogy a kettő összefügg. Jól érzem magam, jó kedvem van, uram, irgalmaz, de annyira nem vagyok biztosíték kicsebb, hogy irgalmazni kelljen hozzám. Egy jó nudi, majdnem nudlit olvastam. De csak azért sötét a kijelzőm, egy jó nudi mindennél többet ér. Igen, most akkor, ha már itt te így fényderítettél, erre elmondhatjuk, hogy a Tomi és a kedves szerelme a Henny folyamatosan nudiznak egész nyáron, és hajlandó kerül posztolni is. Csak viccelek. Egy videó volt, de az azt hiszem, hogy egyből letiltás is került, pedig semmi olyan nem volt benne. Komolyan mondom, én láttam, nem volt semmi olyan benne. Szóval, köszönjük szépen, Tomi, az információt itt most mindenkivel 247 emberre megosztottam ezt. Örülsz neki? Szolisztál? Igen, most szolizgatok.
szolizgatok, de csak olyan lightiba. De engem nagyon hamar megfog, szoktak is irigykedni. Nyáron meg a nap, ugye akkor nagyon fekete szoktam lenni. De jó vagy, köszönöm szépen. Remélem, hogy itt a gyors beszédstílusomra gondoltál, vagy nem. Azt kérdezik, szeretek-e járni templomba? Az egész gyerekkoromat úgy töltöttem el, igen. Voltam első áldozó és bérmálkozó is. Heten vagyunk lányok, ezt már sokszor elmondtam. Unokatesók, nem tesók, mert akkor nem lenne ilyen kisimult az idegrendszerem. És nekünk kötelező volt a nagymamánk miatt ezt így végigvinni, ezt a vonalat, úgyhogy minden hétvégén jártunk templomba. Amióta idősebb vagyok, megmondom őszintén, hogy nem szakítok erre időt, pedig lehet, hogy kéne. Nagyon csinos vagy, köszönöm. Aranyos ez a fős, és ez a kedvenc farmerem. Olyan kényelmes, mintha rámöntötték volna. Nem is hosszú, és mindenhogy tök jó. Még övet se kell felvegyek hozzá. Gyerekek, mennek-e táborban nyáron? A Kitty, a Madoff soha nem megy. Ő nem megy el otthonról, még a mamához is nagyon ritkán. A Kitty megy két tánc táborba is, és az idei lesz az első, hogy ott alvosba. Szerinte? Én meg majd még meglátom, leellenőrzöm a körülményeket, meg ilyesmit, hogy szeretne. Kék szín kedvenc. Érdekes, hogy én azóta hordok több kéket, mióta tiktokozok. Egyébként nem tudom, hogy miért, valószínűleg azért, hogy nem mindig rózsaszínben lássatok, hogy ne legyen egyhangú. De nem, talán nem áll olyan rosszul. De azt mondják, a szőkéknek nem a színe a kék, nem tudom. Úgy értem, hogy sok a hideg árnyalat. De ez most kimondottan szép kék, bár most én nem látok semmit, de zenén láttam magam a live-ba, és azóta nem változott. Nem fakult ki. Egy görög istennő vagy, tényleg? Csini a szitekötő, ugye ezt úgy szeretem. Pedig baromi jól áll ez a szín. Köszönöm szépen! Na most már akkor többet veszek, több kéket. Gyönyörű vagy, köszönöm a dicséreteket és a követéseket is. Szia, Sisi! Leellenőrzöm a körülményeket, de aranyos vagy. Jó, nekem nagyon magasak az elvárásaim, társaság terén is, meg minden más terén is, és nem aludt még soha így ott sehol, szeretném majd megnézni, mielőtt azt mondom. De nagyon jól van kitalálva a tábor, mert aznap el lehet dönteni, hogy ki akar ott aludni. Tehát nem az van, hogy én azt mondom, hogy egy hét a tábor, és akkor mennyi, azt a végén kiderül, hogy hogy érezte magát, hanem tud naponta dönteni erről az opcióról. Amúgy meg egy várossal van odébb, szóval olyan sok minden nem fog történni. Amikor jártak óvodába, volt ilyen, hogy bátrak éjszakája, képzeljétek el, nagyon cukik voltak, ott minden hónapban ki volt alakítva így egy ott alvós este a bátraknak, ugye ez évtek bátrak éjszakájának, azért, hogy a szülők tudjanak romantikus programot csinálni kettesbe, és akkor ilyenkor aludtak ott, cukik voltak. Akkor elvittük egyik reggelőket, és akkor másik délután hoztuk haza, és a szalonnát sütöttek a kertbe, ennyi történt amúgy, de nagyon aranyos kis program volt. Köszönöm szépen a rózsát! Köszönöm, Tomi, mindenkinek, zsongó-bongó, köszönöm szépen, szép a nyakláncod, ez egy PR láng, szoktátok nagyon szeretni, ez már második fülbevalom, és mind a kettőt eltörtem, de ezt most sikerült egyedül megoldanom. Nem, Máté, nem fogunk. De szóljál valakivel itt összejött, mert tudni akarunk róla. Nem akarunk tudni róla. Nagyon jól áll neked ez a babakék. Ja, tök jó, hogy megtudtam, hogy babakék, mert eddig csak úgy simán kéknek mondtam, de igen, szép ez a szín. Szia, visszakövetsz a szülinapon van, nagyon jók a videóid. Köszönöm szépen, Zoltán, a videókra vonatkozó dicséretet, és Isten éltessen, nagyon sokáig megpróbálom fejben tartani a követési kérelmedet. Tényleg megpróbálom. Igen, a Tibi, ezentől a Tibi fog válaszolni az ilyenekre mindig, csak előbb letiltjuk, aztán megválaszoljuk. Nehogy már. Csak viccelődök. Bomba vagy? Köszönöm, 10 per 11. Most azt hittem, mindenki egy szeplős vagyok, ugye felraktam ezt a tavaszos, amúgy eddig sztori volt, csak most nem volt videóm, és azt raktam fel helyette, de az egy effekt, csak mivel utólag még egyszer felhasználom a videómat, így nem kerül rá, hogy milyen effektet használtam, de nincsen szeplőm, és sok mindenki azt írta, hogy ez így növelt az értékemen, hogy szeplős vagyok, úgyhogy alul értéket lettem, nincsen szeplőm. Nagyon szívesen, Zoltán, hanyadik születésnapod ez? Az ott a születési éved dátuma? Bence, köszönöm szépen az üzenetet. Köszönöm szépen. Kitty, hogy van? Babaké, Kitty jól van. Most valamit akartam róla mesélni. Na mindegy, egyébként tök jól vannak. Megkaptam az osztályképeket, nem tudom, meséltem-e nektek róla. Ugye a Medox új osztályba került, köszönöm szépen a rózsákat, a Makara 07. És képzeljétek el, hogy én már évek óta, én már nem nyomulok ezen a vonalon, hogy róluk így az iskolába készüljön fotó, ha nagyon profit akarnék, de nem akarok, akkor azt megcsináltatnám stúdióba, de amúgy én szívesen lefotózom őket, és szép képek készülök, elégedett vagyok a munkámmal. Nyilván, mivel olyan szerény vagyok. Na mindegy, és akkor én nem kértem csak osztályképet.
És az elmúlt két hétben ezen izgultunk, mert köszönöm szépen a rózsát, Pumpi. A medok szerint nem készült róla osztálykép. Ezt összégettük folyamatosan, hogy hát mondom, nem volt olyan, hogy az összes gyerek ott ült, te meg ott ültél velük, és akkor úgy lelettetek fotózat, nem ilyen nem történt. Hát mondom, én már írok az osztályfőnöknek, mert be kellett x-elni, hogy egyedi vagy egyéni fényképet kérek, meg csoportosat, és hát én csak a csoportosat mondom, mert hát ha elírtam, vagy félreértették, hogy mert lefényképezték egyedül is, azt meg ugye nem akartam. De aztán megkaptam tegnap a fotókat, tehát Medorról nem lehet egyébként olyan bájolgósat, mert ilyen fejeket vág rajta meg, na mindegy, hagyjuk is. Szép fiú, de nem áll neki jól a pózolás, és hát ott van a csoportképen, de ő nem emlékszik rá. Nem emlékszik rá, úgyhogy jól beégettem magam az osztályfőnök előtt, hogy írtam neki erről egy üzenetet, hogy lehet-e, hogy itt most új osztály, vagy mit tudom, én nem tudom, valahogy a Medox nem került rá, de rákerült. Azóta próbálja elhinni, mióta van róla a dokumentációm. Hát, nagy forma, komolyan. És minden nap elmondta, hogy ő nincs rajta. Olyan ciki volt, mikor válaszolt az osztályfőnökem, hogy ez mit gondol róla, milyen hülye anyuka vagyok. A Lukecsába. Na igen, és a Kittékről is készült. Ott néztem, óriásiak a lányok. Itt egy évvel fiatalabb mindenkinél. Brutál, brutál, hogy milyen nagyra nőttek ezek a 10-11 éves lányok. Én nem voltam ekkora, most sem vagyok ekkora szerintem. Köszönöm szépen az újaktól a követéseket. Na. Ilyen iskolás sztoriaink vannak. Szoktam nézni a videóidat, annyira szép vagy. Köszönöm szépen, Evelyn, a dicséretet. Szia, nagyon csinos vagy. Hogy vagy a mai nap? Jól vagyok, köszönöm. Voltam fodrásznál végre. Ez sokat dob itt most az önbizalom, hogy nincsen kilométeres lenövésem. És megvitattuk itt a hajamnak a minőségjavulását, mert ugye nem ott festjük a hajamat, ahova a Rékához járok oxigénterápiára, tehát két külön dolog, és akkor most nagyon várja a fodrászom is, hogy az eredményekről be tudjak neki számolni, vagyis hát igazából ő fogja folyamatosan látni, csak most ritkábban találkozunk, mert őt is felcsigázta ez a téma, zsongó-pongó, de biztos, hogy jobb, de jól emlékeztem. Köszönöm szépen a rózsát! Köszönöm szépen, amúgy nagyon sok baba a hajam van, most nem tudtam vele csinálni semmit, mert még dolgom volt a fodrász után, de itt egy külön búrám van. És ki fogom próbálni, amit a TikTokon láttam, szóljátok, ha már valaki kipróbálta, hogy a fogsejjemmel így lehúzzák, és akkor a baba hajak nem állnak úgy ki. Ki fogom próbálni, de lehet, hogy tovább viszem ezt a vezet, és lehet, hogy behajlakozom, és azt fogom lehúzni, és akkor nem lesz ilyen külön szöszös a fejem, mert egy sötét háttérre tök szarul néz ki a videóknál, és hát ugye fekete lett a lépcsőházunk, aki látta esetleg, ugye kiraktam sztoriba. 20 éves lettem? Ja, szegény, remélem, hogy nem több egyére írod be, hogy beolvassam, annyit sztorizok itt. De még nem frissítettem a biomat, mert ott még 18 van kiírva, hát akkor mindenki ki tudja számolni, hogy hány évente frissíted az információkat magadról. Igen, még hát még sok takarítás vár a lépcsőre, hogy szép csillogó legyen, mert azért nagyon össze lett most koszolva, de nagyon szép lett, és most még majd a tükrök felkerülnek, nagyon szép lesz. Nagyon jó lett a lépcső, köszönöm szépen! Én nem akarom ezeket a kéztapikat tovább nézni, ott írták többen is, hogy ugye a kapaszkodó az sokat segít, hogy ne a fal legyen összetapogatva, de szerintem neki nincs gyereke. Tuti nincs. Hát ott mindenki a falat tapogatja, tutira. Már így is el kellett szólnom a Medoxra, mert így megállt, így a folyosan neki dőlt, így, komolyan ilyen tapadókorong a keze a gyereknek, és már tapogatta a tapétát is, úgyhogy mondta neki, hogy távolodjál el a faltól. Biztos nincs, szerintem sincs, ott nem használják ők a kapaszkodót, ebben biztos vagyok. Ez olyan, mint az ablak, akinek van kisgyereke, tudja, az soha nem tiszta egy teraszajtó, vagy ilyesmi. Mizu, hogy vagy rég láttalak? Igen? Rég láttál? Eltűntem a fóriúból, vagy mi történt? Vagy nem volt időd live-ot nézni? De amúgy köszönöm szépen, jól vagyok, és remélem, hogy te is. Szia, Zalán! Leverült itt a zenénk. Tibor. Nagyon sokat beszéltek, fogjátok. Nyomja a sódert. Elment a hang. Remélem, hogy nem ment el a hang, mert most összezavarodott a rendszerem. Van hang? Nézzétek meg, ki borít idegileg ez. Nem ment el? Akkor nem nyúlok hozzá, mert ott valamiért a telefonomat rakta ki az iPad helyett. Fődegesített. Ilyet még soha nem csinált.
Hát, hogy mik vannak? Hát, egy pillanat. Én szerintem most a kocsin keresztül hallotok engem. Egy pillanat, ránézésem is változott. Pillanat. Na, ez a live-om nem fog felkerülni a YouTube-ra ezek szerint, úgyhogy ne várjátok. Mert itt most így el is csúszott az egész hang. Elfelejtettem levenni a Bluetooth-t a telómon, és átváltott a kocsira, hogy újraindítottam. Ezt levette, azt meg rárakta, és akkor most, hogy így közben átváltottam, na mindegy, ezt a live-ot ne keressétek, vagy ott majd ott levágjuk, és a felé fogjátok látni. Így jó, köszönöm szépen, elnézést a technikai problémáért. Hát előfordul az ilyesmi. Maddox merre van, muszáj neki bennmaradni, amíg tart az órája, még nincs vége, nincs vége a tanításnak. Jaj, Tibor, nagyon sajnálom, remélem, hogy azért nagyjából minden rendben, és kitartást kívánok hozzá. Ez nagyon rossz hír. Igen, iskolában vannak még a gyerekek. Miket csinál ez? Na mindegy, jövő héttől már jobb lesz a helyzet, itt változtatunk a technikai dolgokon. Ezek szerint hang nélkül ment a live-om. Néma voltam egy percre. Nagyon sajnálom, Tibor, kitartást kívánok hozzá. Amúgy majd kíváncsi vagyok, hogy a Kitty mit fog mesélni, mert amikor jöttem most az iskolába, itt is volt valami kis felhajtás sajnos. Olyan hamar megvan a baj, egy pillanat alatt. Én már csak befejezem, amit elkezdtem, amiért elment a hangunk. Volt hang, csak más volt a minőség. Igen, gondoltam, mert most azon keresztül hallottatok, na mindegy. Nagyon sok izgalmas dolgot úgyse szoktam mondani, miről nagyon lemaradhattatok volna. Köszönöm szépen, Aladdin. Jászmin Aladdin, micsoda név. Az egyik kedvenc mesém volt egyébként régen. Hát, Xani Szán 01, köszönjük szépen az információt, Barbie. Köszönöm szépen a rózsát. Helyes technikai ízébe vagyok, itt Bermuda háromszögbe. Ezek fújja meleget az arcomban, de nem tudom, hogy miért. Most jó, oké, most jó. Rendben vagyok. Folytathatjuk, részemről mehet tovább nyugodtan a live. Kicsit összezavarodtam. Nagyon szép vagy, köszönöm szépen. Barna Maci, 60. Jaj, ugye megfutok, de csak eszembe jutott, amit átküldött a Nirolánynak a videóját a Tibi tegnap. Erről a user névre, de köszönöm szépen a követést az újaktól. Jaj. Hát azon úgy röhögök, kommenteltem is, hogy majd szétcsapja a fűnyíról, el kell azzal foglalkozni, hogy a fűbe ott marad. Gyönyörű vagy, köszönöm szépen. Olyan aranyosak vagytok, elhalmoztok bokokkal, még a végén el is fogom hinni ezt, hogy ilyen a tényállás itt felénk. Na, csak beborult füled lett, és elkezdett csöpögni az eső, akik megirigyelték itt Pest megyén belül, hogy nálam süt a napot, meg nem miattatok van minden. Technikai Bermuda. Hát nálam komolyan, ami egyébként el tud állítódni, tönkre tud menni, be tud zavarodni, az nálam mindig minden megtörténik. Szokott a férjem röhögni rajtam emiatt, nem tudom miért van ez, tényleg nem. Otthon csak spotlámpáink vannak, tehát ez azt jelenti, hogy nyilván van egy jó pár. És van olyan, hogy állok alatt és a fölöttem lévő villog. Tökre idegesítő. Ezt egy csomó videómban egyébként látni is. Ha csinál valami ilyet a fény, akkor az valószínűleg ez. Nem tudom, hogy ki ő, de reméljük, hogy semmi komoly. Látod, akkor már csak azért is erre kell jönnöd, mert... Ah, köszönöm szépen! Köszönöm szépen a koronámat, már megint elhagytam. Csak viccelődök, de ezek van aranyosak, amikor ilyen üzéket kapunk. Szerintem ti is szoktatok a videókkal látni, milyen kis hölgyek irogatják, hogy elhagytad a koronádat, itt van vedd föl. Köszönöm szépen, Anna! Lehet egy kérdésemet, be fogom írni a szűrőbe, úgy döntöttem, valaki szóljon majd rám, mágneses vagy, azért romlik minden. Sugárzok, tökre sugárzok. Köszönöm szépen a rózsát, Varga Tamás 04. Szia Katica, mi újság? Igen, hát jó, mert egy csomó mindenre figyelnem kell a live előtt, mert egyszer, ha érdekel titeket, akkor majd lehet, hogy csak egy ilyen videót, hogy miket kell végig jobbkodjak ahhoz, hogy elindítsak egy live-ot itt, hogy ne zavarodjon össze a rendszer. Edit. Jó, oké. Boruto fan. Vizsgáljuk meg a kérdésedet.
Minek ez a hosszú felvezetés? Minek ez a nagy körítés? Minek ez a hátulról jövő? És hát basszus, ha akarsz valamit kérdezni, ott vannak a betűk. Használjad. Írjad be, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem. Nem kell ezt így felvezetni. Ha már így felvezeted, már mindenképp túl indiszkrét a kérdés, azt gondolom, mert különben nem tennéd fel ezt a kérdést. De ha meg mindenképp fel akarod tenni, mert bekockáztatod, legyél bátor. Kockáztas! Írd be! Tibi meg a Vivcsó szerintem így várja, hogy mit írsz. De ne vedd magadra, csak elmondom, hogy amúgy így működik a dolog. Tudom, hogy jogos, azért mondom, mert jogos. Csinos és szép vagy, köszönöm szépen, Dávid. Köszönöm a követést az újaktól. Amúgy nem fenyegetőzés volt. Köszönöm szépen a fagyi. Na már nem lesz kérdés, mi? Pedig annyira figyelünk, most mindjárt jön odafigyelünk, hogy mi ez a kérdés. Medoxnak is nyegeztem, nem kell hátulról jönni ahhoz, hogy csokit együnk. Hát mondtad, hogy akarsz enni egy csokit, nem az, hogy szerinted majd mikor a izéhoz, én nem kell ilyet, nem kell ilyet csinálni. Face to face. Mit csinálok ma? Mennyi badár, meg padlizsán, nem semmi, és a zöldség nagy kereskedés van ott. Mit fog csinálni ma? Csütörtök van, úgyhogy ma lesz német és nyelvtanórája a gyerekeknek. Délután mindenképp kell főznöm, mert pénteken programom van, meg anyukám is jön hozzám. Vagyis hát igazából szerintem nem hozzám, hanem a gyerekek, ez de mint egy a lényeg ugyanaz, ott lesz bent a házom belül. És akkor a hétvégére fel kell, hogy készüljek, és dolgozni is fogok. Már írtam, picsába, hogy nem láttam, valamelyik moderátor mondja meg, hogy válaszoltok-e a kérdésre, kapok erre engedélyt, vagy sem. De amíg itt vagy, akkor lehet, hogy nem volt annyira gáz. Nem jött be a kérdés. Akkor gáz volt a kérdés. A kérdésedre válasz? Nem. Az egy év zenei aláfestést gondoljátok hozzá. Jaj, nagyon indiszkrétek ezek a kommentek. Azt az ízléstelen tréfát. Szedjük ma össze magunkat, vagy mi van? Köszönöm szépen az újaktól a követést. Úgy neveztük ezt annak idején régen, amikor elkezdtük ezt a live-ozóst itt, hogy halendajárat, ugye volt egy ilyen videó erre vonatkozólag, de ez még mindig él, ez még mindig él. Köszönöm szépen, szia Laura, köszönöm az újaknak a követéseket. Szervusz, hello, milyen autód van? Ez egy GLA, Gingy, nem tudom mi az a Gingy, de hello. Nem én vagyok a Jean, akitől kívánni lehet. Erre tudtam asszociálni hirtelen. Ácsika? Jeanette? Jaj. Nem tudom, arra gondoltam, bár nem tudom, hogy otthon mennyire örülnek ennek, de ugye arra gondoltam, hogy hívják ezt lepcsánka, vagy hogy hívják, tudjátok, amikor lereszedik, tócsni. Tócsni? Megtettem a megfelelő szakifejezést, hogy lehet, hogy csinálok egy tócsnit, mert én nagyon szeretem, és azért az mégsem lángos, mert ugye nem mindig lángos tegyünk. Szeretem a Chio chipset, a Lay's jobban, a Lay's-et jobban szeretem, amúgy nem tudom, mi a szakmát, Pék. Hát most már fény kell, hogy derítsünk itt már, mert olyan régóta húzom az idegeiteket, meg olyan sok helyre rá kellett megkeresni, hogy mivel foglalkozom a Google-be is, Reddit-en is minden. Megmondom őszintén, így van, Pék vagyok. Főállású Pék vagyok. Csak a Pék csávó, meg mindenféle username már használt volt, vagyis igen, nem használt volt, de foglalt. Na mindegy, a pékada nem hangzott olyan jól. Ez az igazság. Köszönöm a dicséreteket. Lehetek-e a moderátorod? Köszönöm szépen, teljes a létszámunk, és nagyon profi a csapat, meg kell, hogy mondjam őszintén. Kire várok? Hát a beszállítóimra, akik hozzák a lisztet, aztán még a pékségbe. Senki ne vegye komolyan, amit itt hűlök, komolyan. István, nem tudtam megfejteni. Nem fejtette meg, amit írja, de bocsánat, szép a szemed, csak kicsit összenéz. Hát ez így van. Így van, Ákos, tökre összenéz. Szerintem bármit lehet mondani szemeimre, meg a fejemre. De azt, hogy összenéznek, azt az egyet nem lehet. Az egyik ekkora, a másik akkora. De mindig megnyugtattok, hogy senkinek se egyforma, azt azért tegyük hozzá. De hogy egymást nézni, én ne viszem. Szerintem töröd meg a kijelződet, nem halmámi. Mindegy, nem koszos volt a kijelző. Bármit elfogadok, de azt, hogy kancsa vagyok, nem. Még csak rejtett se. Tudnék róla. Nem csinálom ezt, a gyerekeknek mindig mondom, ne csinálják ezt, mert úgy marad a szemük. De úgy állt, mint az előbb, nem úgy állt. Matekórán elszóltam magam, aki mondta, hogy nem szoktam. Mondtam, én se, de most szokok. Van ez így. Isten anya, áldott szeretetteli. Köszönöm szépen.
De jó hallgatni téged, aranyos vagy. Köszönöm a dicséreteket. Most mi van, ha úgy maradt a szel, közelebb került az egyik egy milliméter, a másikhoz, mert bebandzsítottam nektek. Remélem, senki nem csinált screenshotot rólam. Ja, véleményed a pék munkára, mert annak akarok menni, és érdekel. Na, szerintem nem ez volt a kérdésed, mert ez bejött egyből, de válaszolok nagyon szívesen. Én azt gondolom, hogy az embernek azt kell csinálni, amit szívvel, lélekkel tud csinálni, és nem úgy éli meg, hogy munka, és nem úgy éli meg, hogy dolgozni kell, hanem szeretettel éli meg a mindennapit. Valami olyasmit kellene választani általában az embereknek, szerintem. Ennyit tudok csak javasolni. Én ezt mondom az én gyerekeimnek is. Vannak már határozott elképzelések egyébként az ő fejükbe is. Hello, Ildi! Nagyon szép vagy a fotókon, és ott kommenteltem is azon az oldalon, ahol kiraktak, hogy itt az Ildi. De jó, Barna vagy, igen, szólítgatok. Csinálok már egy ilyen videót, a fifázgatós is annyira megizélódott itt, trendi lett, legyen már szólizgattam eddig, csak megjött a napsütés, egy valami ilyesmi, nem? Hát én azt gondolom, hogy kimondottam férfi szakma, mert ugye itt szoktunk betekintést látni, most nincs itt pont a pékcsávú, szokott live-ozni bentről a pékségbe, amikor készítik ezeket. Én szerintem ez kimondottan férfi munka, mert kell hozzá a fizikai erőllét. De nem, ja igen, ennél többet nem tudok elmondani egyébként róla, de szerintem főként kell a jó erőllét hozzá. Nem haragszik a férjem, kéne neki? Ezek szerint, ha te lennél a férjem, te haragudnál, de jó, hogy nem a te feleséged vagyok. Oh, megúsztam. Én cukrász vagyok. Igen, az meg szerintem egy kicsit nőiesebb szakma, ugye? Bár igen, szerintem talán az a nőiesebb változat ennek, nem tudom. Akkor köszönöm. Ezt tudom javasolni, azt csináld, amit úgy érzel, hogy jól esik csinálni. Győri vagyok-e? Nem. És semmi közül a polgármesterhez se sokkal, de megvitattuk már. Egyébként ismerősöm a hölgy, mint kiderült így utólag itt Instán, csak ilyen social media ismerősök vagyunk. Sokan mondjátok, hogy hasonlítok rá, szerintem 10-valahány éve fiatalabb, mint én. De nem is hasonlítunk egymásra. Ez az én látásmódom. Mit gondolsz a vakemberekről? Vakembereknek? Én nem tudok ehhez Atosz mit hozzászólni, megmondom őszintén. És nem te voltál, akik a másik profilját tegnap életlenül letiltottuk? Vagy ez egy másik Atosz volt? Ha igen, akkor elnézést kérek. Visszahoztam az illetőt. Csak mondom. Annyi mindenkihez hasonlítok, most akkor zárjuk le ezt a témát, hogy helyén kezeljük a dolgokat. Mindenféle nagyképűség nélkül, nem én hasonlítok rájuk, ők hasonlítanak rám. Mert ilyen szerény vagyok ma is. De nem, hagyjatok már ezzel békén, nem hasonlítok senkire, saját magamra hasonlítok. Most sportolsz, ugye a házi munkát végzek, az annak számít. Az intenzíven minden nap. Milyen zenét hallgatsz? Ibiza Summer Mix 2022. Lejátszási lista ez, vagy nem tudom, beolvasod a nevem? Nem. Olyan a színed, mintha nyaralni lettél volna. Hát, bár így élném meg. Úgy szeretném így megélni lelkileg. Semmi ez, ilyesmi ez nem volt közöm. Hello, Jacqueline. Hello. De szólíztam is, mondom, hogy én hamar barnulok. Amúgy meg szedem a D-vitamint is, az a még hamarabb barn az ember. Nekem mennem kell olyan kárvívcsó, pedig annyi munka volt. Szerintem élvezted volt be. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és szép napot kívánok, és egyébként meg jó hétvégét neked. Remélem, hogy jó programjaid lesznek. Megvártad, amíg kibetűzöl, vagy már kiléptél? Na milyen nap van ma? Isten éltessen sokáig, a füled érjen bokádig. Zsáknénak ma van a születésnapja. Szeretném kérni, hogy mindenki küldjön neki itt a chatbe egy szívecskét. Nem volt időm még üzenetet írni, mert egész délelőtt elfoglaltódtam. Úgyhogy bocsánat. Minden percét élvezem, jó? Oké, rendben. Igen. Zsáknénak szüli napja van ma. Bizonyám! Azt nem mondjuk meg, hogy hány éves, mert ugye ilyet nem szabad elmondani, mikor hölgyekről beszélünk, ezek mindig titkos információk. Amúgy meg folyamatosan dezinformálunk. Nem te vagy az Ada? Én vagyok az Ada, de hát ott van a nevem is. Szerintem hasonlítok is magamra azon a képen meg itt. Ja, mert hogy én magamra hasonlítok, nem másra. Köszönöm szépen, aki küld. 165 évesen. Köszönöm szépen, aki a zsákként felköszönti itt a chatbe. Nagyon kedves tőletek. Tófai Peti, itt voltál, nem is láttalak, bocsánat. Én 269, én 65. Napról napra öregszem. Mit sportolok? Nem sportolok semmit, mert lusta vagyok és nincs időm, de majd ha fogok egyszer, akkor beszámolok róla. Amúgy táncolni szeretnék, de arra se lenne időm, azt nagyon szívesen csinálnám. Nem sportolok.
De sokat mozgok, megvan a lépés számom. Megvan a lépés számom. Remélem ez kihúzott itt a csávából. Köszönöm a dicséreteket, köszönöm az újaknak a követést is. Nagyon szívesen, Jacqueline. Mesélj, hogy töltöd a születésnapodat? Lesz buli a hétvégén? Jó, az alakod csinos vagy. Köszönöm szépen. Nem minden irányból vagyok annyira csinos. Nyilván lenne olyan rész, amire edzhetnék. De jó az úgy. Egyelőre abban a fázisomban vagyok, hogy jó az úgy. Én tudom, hogy az annyit volt százon. Kb. 3 méter. Ne szabad bambusz kérdezni. Most mondtam az előbb, hogy hát ha kérdezitek is dezinformálok, kajakra nem mondom meg. Vatacuki, szia! Nem lesz, majd elmegyünk jövő héten kajálni, és annyi. Megvárod a Timit hozzá? De azt szerintem az is jó. Nem szabad már felfújni egy ide után ezt a születésnapost. Itt már annál rosszabbul esik az embernek, hogy végig gondolja pontosan. Lánytól nem szabad érkezni. Ja, pláne az asszonyoktól. Mert ugye ezt mindig kiszoktam hangsúlyozni, hogy én már asszony vagyok. Nekem jövő hét csütörtökön azt írja Vivian. Nagyon sok a tavasz lánya fia itt nálunk. Viszont a felsőt köszönöm szépen, mondjuk az alapanyaga a legjobb. Ezeket a Nadine Style-okat egyébként nagyon szeretem. Cuki is, így szemből itt van bele egy kis, mert ez ilyen megkötős, de hát emiatt itt van egy pici luk, de azt így pont nem látjátok, mert direkt figyeltem erre, nehogy be legyen szólva. Köszönöm szépen, Annás Csepet, ez olyan cuki ez a kutyi, hogy rázza a popiát. Köszönöm szépen. Most lettem 500 éves, percenként öregszel, komolyan mondom, de hát kézzed a fiatalodnál, akkor te már tudnál valamit, amit mi nem. És milyen jó keresnél vele? Milyen jó keresnél vele? Hamarosan véget ér a live, és el kell, hogy búcsúzzunk egymástól, azért szólok, hogy tudjatok tervezni az idővel. Még körülbelül 5 percet fogok maradni, és a Jacqueline a beszámolóm, aki számolja, hogy mennyi már, mert már rég nem kéne itt lenned, úgyhogy majd a Jacqueline szól, hogyha off van. Igen, aranyos ez a cuki, köszönöm a követést, Bence. De szép a nyakláncot, szerettem én is. Már múltkor mondtam nektek, hogy már nem lehet, azt hiszem, Magyarországon PR lángot kapni. Lehet, hogy rendelni, lehet online, de megvásárolni már nem. Várjál meg, bemegyek a boltba, jó van, itt leszünk. Szívesen végigvárjuk, amíg elshoppingolgatsz. Na mindegy, mennyi, addig itt figyelünk. Őrizzük a terepet. Ki szerettem volna próbálni, nagyon vicces, köszönöm szépen, hogy rám gondoltál, szerintem is nagyon aranyos volt. Egy csomó nagyon aranyos kis matrica van. Az a szívecskés arcpuszilgatós, nekem az az egyik kedvencem egyébként. Hát persze nem úgy, mint a nagyoknál, nem láttam szerintem még mindegyiket, amikor én voltam heti top 1, az most már, hát már jó régóta volt, nem is tudom, 4 hónapja, 5 hónapja, talán ezek meg mindig újulnak. Hát tudom, hogy van oroszlán, meg nem tudom mik. Igazából nem is érdekelnek, nekem ez, mondom, ez a cuppanós pusz is a legaranyosabb, meg a korona is aranyosan szokott állni, de csak az arcpír miatt, nem a korona miatt. Jó, hogy közösen várjuk a Jacqueline-t, hogy végezzen a boltba. Reméljük, hogy nem hosszú a sor. Szia Zsófi! Zsófi vagyok, ennyi. Jó van, nem is kell túlzásba vinni. Én sem mondom meg itt mindenkinek, hogy hogy hívnak. Teljesen hosszába. Ez nem az a platform. Így van? Köszönöm szépen a követéseket. Hosszúra nyúlik a Jacqueline-nak a bevásárlás projektje, lehet, hogy el kell búcsúzzunk közben egymástól, de nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet és a kedves szavakat. Igen, láttuk, hogy visszajöttek a kinder csokikat, köszi Tibi, köszi az arcpírt, köszönöm szépen a koronát. Pont csináltam is egy TikTok sztorit róla, hát, hogyha még több emberhez eljutna, hogy valamelyik kisgyermek rosszul legyen, mert ugye főként ők érintettek, itt szerintem a kinder csoki evés, meg a húsvéti kinder tojásosdiba. Én megnéztem, azért gyorsan megnéztem a mi kinder tojásainkat, a nagyokat, mert ugye azok maradtak már. Csak meg lehet, hogy egy kicsi sokobonsz belekerült itt, de nem voltak rosszul a gyerekek, úgyhogy akit érdekel a TikTok sztorimban, látja, hogy itt vagyok, jól van, megvártunk, mondtam, addig nem megyünk sehol, amíg nem érsz vissza. Szóval igen, sajnos ez van. Miről van szó? Arról volt szó, hogy a kinder csoki visszahívott egy pár terméket, mert szalmonella gyanúsak, ez a helyes szóra, és akkor ott fel vannak sorolva, hogy melyik termékek érintettek, mondom, azoknak az anyukáknak, akik bevásároltak a húsvéti ajándékhoz már, hogy nagy valamelyik gyermek rosszul legyen, és a közérdekű információt, miután többször is elmondtam, nagyon közérdekű voltam ma, ezért elbúcsúzok tőletek, köszönöm szépen a moderátorok munkáját, és további csodás napot kívánok, szép hétvégét, jövő héten találkozunk legközelebb. Tamás, be vagy mondva. Köszönöm, puszi nektek, sziasztok!